Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Új ügyeleti központ Szekszárdon, hamarosan használatba vehetik a paciensek az épületet. Motoros szezonnyitó, családi nap, tréningpálya és felvonulás várta az érdeklődőket. 30 éves a máltai Szekszárdon, az ország egyik legaktívabb közössége működik a Tolnai megye székhelyen. Jurta találkozó, a múlt elevenedett meg a regői új Szkítiában. Hamarosan használatba vehetik a szekszárdiak az Ybl Miklós utcai új ügyeleti központot. A teljesen felújított épületet tavaly adták át, most pedig a városnak úgy tűnik sikerül megegyeznie az ott dolgozó orvosokkal is. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ugyanis elfogadta az ehhez szükséges szerződéstervezetet. Tavaly készült el a szekszárdi Ybl Miklós utcában a megyeijogú város új ügyeleti központja, a nyitással viszont idáig várni kellett. Most viszont az Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága rá tudott bólintani arra a szerződéstervezetre, amit az itt dolgozó házi orvosokkal köthet meg a város. Ezt a szolgáltatási szerződést, amit legutoljára több körű tárgyalás után elfogadtak az orvosok, erről szavazott a GVB, hogy jóvá hagyjuk, tehát ez alapján megköthető a szolgáltatási szerződés, úgyhogy elhárult az akadálya, hogy az ügyeleti központban meginduljon az orvosi ellátás. A most még kihasználatlanul álló épületet hosszas egyeztetés követően vehetik majd használatba az orvosok és a hozzájuk érkező paciensek. Egy hosszú folyamat lezárult, ugye megépült az ügyeleti központ az Ybl Miklós utcában, és az orvosokkal kellett az önkormányzatnak megállapodni a szolgáltatásnak a feltételeiről. Most már csak arra van szükség, hogy a megyeijogú város közgyűlése is elfogadja a GVB javaslatát. Erre várhatóan néhány napon belül sor kerül majd. Hétvégén Dombóváron két könnyű sérüléses és két anyagi káros balesetben intézkedtek a rendőrei. Egy nő a kötelező jelzőtábla ellenére behajtott az egyik utcába, és a neki balról szabályosan érkező kocsinak ütközött. A baleset során a bal hátsó utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Szintén ugyanaznap Dombóváron egy másik személyi sérüléssel járó balesethez is riasztották az egyenruhásokat. Ott egy 23 éves ukrán férfi nem állt meg a tiltó tábla ellenére. Behajtott egy útkereszteződésbe, ahol a neki balról érkező autónak ütközött, majd a járdára felhajtott, és azon át a járda mögötti parton lehajtva állt meg. A balesetben az autót vezető nő könnyebb sérüléseket szenvedett. Második alkalommal szerveztek Szekszárdon szezonnyitó motoros családi napot. A szombati programsorozatra kilátogatók tesztelhették tudásukat egy ügyességi pályán, de más is várta őket emellett. A gyerekek szórakoztatásáról kerékpáros pálya, ugrálóvár és fegyverbemutató gondoskodott. Az esemény fénypontja pedig a napot lezáró motoros felvonulás volt. Többek között ilyen motorokkal is találkozhattak azok, akik részt vettek a hétvégi szezonnyitó motoros találkozón. A családi nappal egybekötött programsorozatra rengetegen érkeztek a megye minden szegletéből. Dusa Márk, a Gemenc Motoros Egyesület elnöke elmondta, hivatásos oktatóval felállított tréningpálya gondoskodott arról, hogy a ritkábban motorozóknak is segítséget tudjanak nyújtani. Ez a második motoros szezonnyitós családi napunk, az elsőt 2019-ben tartottuk, a Tolna megyei baleset megelőző bizottsággal közösen, a közlekedés kultúra napjához kapcsolódóan, ami május 11-re esik. Lényeg igazából, hogy egy családi nap, és itt a Tolna megyei motorosokat és a környékbelieket egy ilyen motoros találkozóra össze tudjuk hívni. Hoffmann Norbert, az Aliszka Motoros Egyesület alelnöke úgy nyilatkozott. A motoros közösség összetartása példaértékű. A kapu a csatlakozni vágyó emberek előtt mindig nyitva áll. Ide pedig a Gemenc Motoros Egyesület megkívására jöttünk, amit nagyon szépen köszönünk, nagyon jó kis rendezvény, nagyon sok motor van, régi ismeretségünk van, segítünk egymásnak, szoktunk segíteni nekik a tájékozódási versenyükbe, ők segítik az október 23-ai, most már rendszeresnek mondható zárogurulásunkat, úgyhogy ezért vagyunk itt, élvezzük a napsütést, még egy kis motorhang kellene, és már tök jó lenne a buli. A családi nap lezárásaként Szekszárdot átszelő motoros felvonuláson vehettek részt a kilátogatók.
Gyerekeket kértek meg a rendőrök, hogy rajzoljanak nekik. Az Így közlekedtek ti című pályázatra összesen csak nem 600 pályamunka érkezett be. Óvodások és általános iskolások is ceruzát ragadtak, hogy megmutassák, mit gondolnak a közlekedésről. A kicsik néhány napja vehették át a legjobbaknak járó díjakat. 1992-ben, 3 évtizeddel ezelőtt alakult meg Szekszárdon a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. Ők azóta a régió egyik legnagyobb taglétszámú karitatív közössége lettek. A máltai regionális ügyvezetője azt mondja, a Tolnai megyeszékhelyen működik az ország egyik legaktívabb csoportja. Szentmisével ünnepelték, hogy éppen 30 éve alakult meg Szekszárdon a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. A karitatív tevékenységéről ismert közösség rendszeresen segíti a rászorulókat, főként élelmiszer és ruhaadományokkal. A csoport így közel 200 családnak nyújt hónapról hónapra segítséget Tolna megyeszerte. Minden hónap első kedjén tartunk nagy osztást, akkor ruhaneműhöz, háztartási cikkekhez, élelmiszerhez is juthatnak az emberek. Egyébként egy ügyeleti rendszerbe működünk, és ha valakinek van valami szükséglete, problémája, akkor vagy személyesen megkeres bennünket, vagy interneten, e-mailbe. A mostani ünnepi szentmisén 3 új tag is fogadalmat tett. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője azt mondja, a szekszárdi csoport nem csak az egyik legrégebbi az országnak ezen a részén, de a legnagyobb taglétszámúak közé is tartozik. 28 taggal működik, és 56 segítője van összesen, tehát ez egy viszonylag nagy létszámú csoportnak tekinthető. Az önkénteseink a saját időbeosztások szerint vállalnak feladatokat, általában rendszeresen, tehát vagy hétközben, vagy hétvégi munkarendben, de rendszeresen vállalják ezeket a feladatokat. Ez annyiban különlegesebb, hogy mondjuk még egy közösségi szolgálat egy iskolában, ahol 50 órát kell teljesíteni egy diáknak, az egy tólik tartományban egy határa szól. Aki a Máltai Szeretetszolgálathoz kapcsolódik, ő egy életre szóló elhivatást választ. Az elmúlt 2 év pandémiás időszaka a szekszárdi csoport munkájára is rányomta a bélyegét, most viszont abban bíznak, hogy újra a járvány előtti módon tudják majd segíteni a rászorulókat. Az elkövetkező napokban a pollenterhelés várhatóan továbbra is magas lesz. A pázsit fűfélék koncentrációjának emelkedésére számíthatunk, így az erre érzékenyek hamarosan már allergiás tüneteket tapasztalhatnak. Viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az aszmások számára javasolják a szakemberek, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be, valamint továbbra is találkozhatunk a levegőben nyárfaszösszel, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő üres, levegővel telt allergénfehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, valószínűleg a levegőben aktuálisan jelenlévő allergén növények pollenszemei okozhatják a tüneteket. Népdal találkozót tartottak Kakasdon. Az eseményen a környező települések hagyományőrző együttesei léptek fel. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elmondta, fontos, hogy a közösségek magát a székely nyelvjárást is aktívan gyakorolják. Több rendezvénnyel is készül az idei esztendőre a Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat. Az egyesület ugyanis idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A program sorozat keretén belül ezúttal népdal találkozót szerveztek, melyre többek között Kétyről, Cikóról és Kisdorogról is érkeztek fellépők. Ez most azért van, hogy egy kicsit jól érezzük magunkat, mert ugye ez a 2 év, ami volt, olyan nagyon be voltunk zárva, és én szerettem volna, hogyha az egyesített népdalkör is bemutatkozik a Kakasdon, mert az nagyon szép, úgyhogy ezért lett a mai nap. Édesanyám mondta,
Az eseményen Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is jelen volt. Ő elmondta, hogy fontos, hogy az egyesületek magát a székely nyelvjárást is használják, és továbbadják a fiataloknak. De ezt nem lehet másként. Tehát én úgy gondolom, ennek a módja a legjobb az, hogy gyakorolják a nyelvezetet is ezáltal, és természetesen így kerek. Tehát itt akár hazaszeretetről beszélhetünk, hiszen ezek is lelkesítők, benne van az egész érzelmi, szinte az egész életünk. A tervek szerint a rendezvény sorozat júniusban néptánc versennyel és nyári táborral folytatódik. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 487, szombaton 498, vasárnap 424 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a katonák és rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 3025, ebben az évben az eddigi legtöbb határsértőt tartóztatták föl és kísérték vissza. A megelőző héten, május 2-ától 8-áig a feltartóztatottak száma 2536 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 28 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Végletekig kiélezett meccsen verte meg a PVSK Veoliát az Atomerőmű Ese a férfi kosárlabda NB1 playout párharcának harmadik meccsén, és sikerével bennmaradt az első osztályban. A Tolna megyei együttes számára ez igazi tétmeccs volt, hiszen ha veszítettek volna, a korábbi többszörös bajnok csapat kiesett volna a profiligából. Különleges programot tartottak hétvégén Regőjben. Jurta találkozóra várták ugyanis az érdeklődőket. Egy helyi férfi ugyanis negyed évszázada kezdett el ilyen, a múlt századokat idéző lakóalkalmatosságokat építeni. Azok, akik ellátogattak a településre, nem csak jurtákkal, hanem például harci bemutatóval is találkozhattak. A magyar duda hangjai színesítette a több egyére megszervezett hagyományőrző jurta és kézműves találkozott Regőjben. A rendezvény gyökerei egészen 2007-ig nyúlnak vissza, tudtuk meg a terület tulajdonosától, Ciráki Viktortól. Igazából azért nincsenek programok se, hogy az a sok barátunk, aki mindenféle hagyományőrzéssel foglalkozik, meg íjászok, meg lovasíjászok, meg mindenféle kézművesek, azok mindig valamilyen alkalommal, valami nagy fesztiválon valahol bemutatózik, vagy előadást tart, stb. Nem tudunk találkozni, nem tudunk beszélgetni, igazából nincs program. Itt az egész hosszú hétvége nekik szól, és a évente két nyílt nap, az pedig a szombati nap reggel 9-től este 6-ig, az nyitott mindenki számára, amikor meg lehet nézni a telepet ingyen és bérmentve, bárki bejöhet. A rendezvényen a hagyományőrzők örömmel válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, amikből nem volt hiány a nap folyamán, mondta el a Mohácsról érkezett családfő, aki kiemelte, hogy népnevelő szempontból nagyon fontos ez a rendezvény, és az ehhez hasonlók, ahol szembesülhetünk a múltunk használati eszközeivel, ruháival és zenéivel. Attiláéknál számos középkori tárgyat szemlélhettek meg a hagyományőrző jurta és kézműves találkozó résztvevői. Végülis, amikor nem ordít a funkciója a formából, illetve már kikopott a divatból, akkor rákérdeznek, hogy meg ugye a mai fiatalok, hogy úgy mondja. Hát már egy más világban nőnek fel ez a digitális világ, ez nem ezekről a tárgyakról szól. A jurták, rúdsátrak és földkunyhok között barangolók számára egy nap erejéig megelevenedett múltunk egy szeletkéje, amint a rendezvényen megjelent hagyományőrzők munkájukat tovább örökítenek a jövő nemzedékének. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Ellenőrizni akarta a városházi átvilágítási munkát, leszavazták a bizottságban az elnököt. Érzékenyítő nap, fogyatékkal élők mutatkoztak be Kaposváron. Térségi borok mustrája, 70 nedűt bíráltak a somogyi ítészek. Milyen kifizetések voltak a pécsi átvilágítás folyamán? Hogyan igazolták, hogy tényleg valós munkát végeztek az ügyvédek? Ezeket javasolta vizsgálni az önkormányzat pénzügyi és ellenőrzési bizottságának elnöke.
A testület ülésén vetette ezt fel Csizmadia Péter, azonban a baloldali politikusok leszavazták a bizottságban, pedig átláthatóságot ígértek a kampányban, mondja a bizottsági elnök. Ezek a korábbi felvételek a Pécsi Városházán készültek, mikor az úgynevezett átvilágításokról tartottak tájékoztatót. Mint ismert, egész ügyvédcsapat nézte át az önkormányzat cégeinél történt ügyleteket a 2019-ben alakult baloldali városvezetés megbízásából. Ennek az átvilágítási munkának az ellenőrzését kezdeményezte a héten a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság fideszes elnöke a testületülésén. Egytől egyik ezek eredménytelen eljárások voltak, ezek felesleges pénzkiadás volt az önkormányzat részéről, semmi másra nem voltak jók, mint hogy politikai boszorkányüldözést folytassanak, és gyakorlatilag besározzák az előző városvezetést és a hozzájuk kapcsolódó cégvezetőket és egyéb szereplőket. Ugyanis egyikük sem jutott a bíróságig, már a nyomozati szakaszban megszűntek bűncselekmény hiányában, mondja a politikus. Ezért kérte Csizmadia Péter, hogy nézzék át, mire ment el becslések szerint 60-80 millió forint a pécsi kasszából átvilágítás címszóval. Sok 10 milliójába kerül a pécsieknek, akkor szeretném látni ezeket a jelentéseket, szeretném látni, hogy pontosan milyen szerződések alapján dolgoztak ezek az ügyvédek, illetve ezek a szereplők, akik ezt a munkát elvileg elvégezték, illetőleg milyen teljesítéseket igazoltak le, milyen kifizetések történtek. Semmi más nem szerettem volna a pénzügyi bizottság elnökeként, mint hogy vizsgáljuk meg ezeket a pénzügyi kifizetéseket. Most erre szavazott nemmel a két szocialista képviselő. És mivel négyen voltak a bizottsági ülésen, két igen és két nem eredmény született. Nem kapott többséget, így nem ment át a javaslat. Csizmadia Péter szerint ez érthetetlen, hiszen átláthatóságot, tiszta pénzügyeket, felelős közpénzfelhasználást hirdetett a kampányban a baloldal. Amikor ezt megpróbálják érvényesíteni a szakbizottságban a másik oldalról, akkor az MSZP-sek megakadályozzák, mondja a politikus. Tőlük színesebb és velük együtt színesebb a világ, tartják a fogyatékossággal élőkről. Ők azok, akik látásukban, beszédükben, mozgásukban, értelmükben sérültek valamilyen módon. Kaposváron most a város főterén mutatták meg, hogy milyen értéket képviselnek ezek az embertársaink. Akadályozottsággal élő gyermekek léptek fel ma a Kossuth téren. Segítőikkel együtt azért adtak műsort, hogy megmutassák, a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek is értékes tagjai a társadalomnak. Rengeteg érték van ezekben az emberekben, fiatalokban, felnőttekben, hiszen dolgoznak, tanulnak, és ezzel el lehet érni azt, hogy teherviselői legyenek a társadalomnak, és ne terhei. A kaposvári érzékenyítő nap állomásain az érdeklődők azt is megtudhatták, miként élnek a kerekesszékben ülők vagy a siketek. Ki lehet próbálni a látás, hallás sérülteknek a mindennapi gondjait, át lehet élni. Van egy fotókiállításunk, megmutatjuk azt, hogy azok az emberek, akik nem tudnak beszélni, milyen módszerrel tudjuk őket segíteni. A szervezők szerint az elmúlt években sokat változott a fogyatékossággal élő emberek megítélése, főként Kaposváron. Mindehhez segítő háttérre, családi támogatásra, akadálymentes környezetre és egyéni fejlesztésre is szükség van. Magyarországon a statisztikák szerint több mint 400 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal. A borok bírálatával folytatódott a 6. Somogyi Bor és Pálinka Mustra. A megmérettetésre idén több mint 70 mintával neveztek a gazdák. A szakemberek szerint egyre jobb nedűket készítenek Somogy megyében. Nagyon tisztességgel. Ebbe lehet szépen. Mindenfajta ellenben van, amit a fehér borokkal kezdték a bírálatot a szakemberek, azt mondják, egyre jobb minőségű nedüket kóstolhattak. A klasszikus fajták mellett többen úgynevezett rezisztens, ellenálló szőlőt is telepítenek.
A klasszikus fajták megmaradtak. Ugye olasz Riesling, Chardonnay, Rieslingnek a változatai, ezek szépen megvannak. Most pont éppen jellemző volt, hogy nagyon sok olasz Rieslinget kóstoltunk. De ugyanúgy bejönnek a rezisztens fajták, tehát bejön egy jázmin például, amit most nagyon felkaptak. Az dupla hasznosítás, ezt így értem, hogy nagyon jó belőle pálinkát készíteni, és nagyon finom bort is lehet készíteni. Ugye itt nem kell annyira permetezni, mint egy olasz Rieslingnél, vagy egy szürke barátnál, vagy egy Chardonnay-nál. Tehát könnyebb és olcsóbb előállítani a gyümölcsöt. A 6. Somogyi Bor és Pálinka mustrára több mint 70 bormintát neveztek szerte a megyéből. A bornál is szöveges értékelést kapnak, hogyha az esetleges hibákat követnek el, akkor ezt ki tudják szűrni, és a következő alkalommal ne kövessék ugyanezeket el, és ezzel javítjuk a borkultúra emelkedését. Tehát és a borok minőségét mindenképpen javítjuk, ezzel tanácsot adunk nekik. A borászat és a borkészítés hagyománya már évszázadok óta jelen van térségünkben. Itt már nagyon régóta szőlészet, borászat az volt a megyében. Szerencsére egy olyan helyen vagyunk, ahol dimbes-dombos a terület. Innentől kezdve, ha fagyérzékenység tekintetében nézzük a területeket, a szőlőtermesztést, akkor nem kell félnünk, hiszen csak a völgyeket kellett elkerülnünk, és már is kiváló területek vannak. Nagyon sok a löszös talaj, nagyon sok a barna erdőtalaj, hatalmas termésekkel és jó minőséggel lehet számolni a déli parton. Somogyban több százan foglalkoznak borkészítéssel hobbi szinten. A szakemberek azt mondják, a megye területi adottságai leginkább a fehér szőlőfajtáknak kedveznek. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Új ügyeleti központ Szekszárdon, hamarosan használatba vehetik a paciensek az épületet. Motoros szezonnyitó, családi nap, tréningpálya és felvonulás várta az érdeklődőket. 30 éves a máltai Szekszárdon, az ország egyik legaktívabb közössége működik a Tolnai megyeszékhelyen. Júrta találkozó, a múlt elevenedett meg a regői Új-Szkítiában. Kedden az éjjel érkezett hidegfront alakítja időjárásunkat. Délelőtt erősen felhős, borongós időre, délután már napsütésre is számítani lehet. Sokfelé várható eső, záporeső, délután néhol egy-egy zivatar. Helyenként megerősödik az északnyugati szél. Éjjel elhagyja térségünket a front, megszűnik a csapadék és tovább csökken a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!